az pontos eredetét illetően joggal feltételezhető, hogy már a népvándorlás idején a mai kuvasz elődei álltak őseink szolgálatában. Erre szolgáló bizonyíték a honfoglalás korából előkerült számos régészeti lelet. Igen korán felismerték a kuvasz sokoldalúságát, kiemelkedő intelligenciáját, ennek köszönhetően számos területen alkalmazták. A középkorban előszeretettel vadásztak a kuvasszal nagyvadra, szarvasra, őzre, vaddisznóra. Tetszetős külseje, impozáns megjelenése mindenkiből elismerést, tiszteletet váltott ki, amelynek köszönhetően Mátyás király idejében főuraknak gyakran szánták ajándéknak. Azonban a kuvasz elsődleges munkaterülete, feladata a pásztoremberek melletti haszonállatok, jószágok őrzése, védelme, egyben tartása volt. A nyájat folyamatosan védelmezni kellett a ragadozók és a tolvajok ellen. A kuvasz bátorsága, magabiztossága, ereje, együttműködő készsége sziklaszilárd támaszt jelentett a pásztorembernek. Rá mindig számíthatott, megbízható hűséges társa volt. Az örökös készenlét időnként önálló cselekvést is elvárt a kuvasztól, mely kívánalomnak-e sokat tapasztalt, rendkívüli kutya tökéletesen megfelelt. A fajta legjobbjaira jellemző az erőteljes testfelépítés, ugyanakkor szikár, de mégis nemes megjelenésű. A kuvasz legszebb testtája a feje. Sötétbarna szeme élénkséget, támadás esetén azonban kérlelhetetlenséget sugároz. Vitathatatlan, hogy a kuvasz elsősorban őrzővédő pásztorkutya, de emellett kiváló sportkutya. A mai kor kihívása megköveteli a korrekt irányíthatóságot, az együttműködő készséget, alkalmazkodást. Emberhez, gyerekhez, állathoz, a környezethez, amelyben él. A kuvasz tökéletesen meg tud felelni a mai kor kihívásainak, a különféle elvárásoknak. Aki kuvasz tart, bátran számíthat rá. Bízhat benne. Családi kutyaként egyre közkedveltebb. Önálló jellemét, egyéniségét tartsuk tiszteletben, de neveléskor legyünk következetesek, határozottak, követeljük meg tőle a gazda tiszteletét. A kölyök korától megfelelően felnevelt kuvasz hű és engedelmes társunk lesz. Fontos, hogy a kuvasz tudja és érezze, hogy ő a falka, a család megbecsült tagja. Éreztessük vele, hogy munkája, léte fontos a számunkra, mint ahogy tette azt egykoron eredeti gazdája, a pásztorember is. Eredeti környezetben továbbra is megállja a helyét, ha azt várják el tőle, de családi házak, tanyák, birtokok védelmét is nyugodtan rá lehet bízni. Tanítani sem kell rá. Kiemelkedő együttműködő készségének köszönhetően fegyveres és félfegyveres erőknél kísérő kutyaként is megállja a helyét.